perceken belül megnyílik Tutor Zsu, ami feltételezve Zsuzsában rövidült kiállítása a Zsámbékon a Dióhéj kávézóban. Van címe ennek a kiállításnak? Mert azzal nem találkoztam még. Igen, nem adtam neki címet, mert ez a Blues Picnic keretein belül jött létre, és csak ennyi lett a címe, hogy Tutor Zsu kiállítás a Zsámbékon. De pontos típus egyébként, sejemfestő, mert hogy azzal kezdted a pályádat, ezek viszont nem azok, tehát én leginkább csendéleteknek mondanám őket, de laikus vagyok. Nincsen típus, tényleg sejemfestéssel kezdtem, és nagyon sokféle technikát megtanultam, vagy hát tanultam workshopokon, és akkor otthon hasznosítom, és ezeket kombinálom is egymással, tehát nincsen meghatározva, ami jól esik, azt festek, és leginkább hangulatokat. Miket hoztál most? Mekkora adagképből válogattál? Hány év termései vannak most itt a kávézó falán? Hát az utóbbi 3 évből. A zsámbékos képeket, azokat most ebben az évben festettem direkt a kiállításra. Azt árult el, hogy amikor virágokat festesz, vagy ott éppen tájkép látszik, hogy oda teszed magad elé az asztalra ezeket a virágokat, vagy sétálsz a természetbe, és megtetszik valami, és ott lett szövekelsz. Tehát hogy készülnek ezek? Van, aki fotóról dolgozik például. Fotóról is szoktam, de ez csak egy kiindulási pont. Tehát mindig bármit is nézek, ha eredetiben ott van, vagy fotón, ez csak kiindulás, aztán utána visszalendület és az ihlet. Hangulatokról beszéltél. Kicsit melankolikus, de helyenként azért vidám, a hangulatod ez általános, vagy pedig amikor ilyen hangulatban vagy, akkor festesz? Mindenféle hangulatban festek, nagyon érzékeny vagyok, ezt mondhatjuk, és ez látszik szerintem a képeken. Nagy szeretettel köszöntöm Tutor Zsut, akit a törzsközönség soraiból ismerünk. Helyet szeretnénk adni a közönség soraiból is azoknak, akik rendszeresen itt vannak velünk, hogy mutassák meg a tehetségüket, mutassák meg azt, hogy mivel foglalkoznak ők akkor, amikor nem itt vannak nálunk a Blues Fesztiválon. Rá is térnék az alkotó és a képek bemutatására. Tutor Zsu Budapesten él, 2014-ben kezdett festeni a maga örömére. Folyamatosan képzi magát és többféle technikát elsajátított. Itt legfőképpen kedvenc technikájából, az akvarell festésből mutat be nekünk néhány szép alkotást. Nagyon közel állnak hozzá a természeti képek, a növények, a különböző tájképek, ami különösképpen megszólítják őt, és természetesen felbukkannak zsámbéki város képek is a romtemplommal többek között. Úgyhogy remélem, hogy sokan látják majd ezeket a képeket, és ez is erősíti majd a mi közösségünket. Szeretettel gratulálok, és a kiállítást ezennel megnyitom.